Ja igen, és amúgy új a hajam. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban egy kicsit az írásról lesz szó. Nem konkrétan úgy, ahogy szokott, tehát most nem ilyen írós videót fogok készíteni, vagy ilyen írás tippek videót, hanem hát a videó címe az kicsit árulkodó lehet, vagy annyira nem, nem egy konkrét könyvet fogok elemezni, de egy konkrét könyvről lesz szó. Ugyanis, hát hogyha valaki követi kicsit régebb óta a csatornát, akkor az talán tudja, ha látta azokat a videóimat, vagy így a körül úgy mozgott, hogy én is írok. És most pont nem látszik, mert amúgy pont kitakarom be, pont itt mögöttem van, egy hátam mögött a... nem fog látszódni, mindegy, és nem vettem őket elő. Szóval nekem van magánkiadásra kiadva egy-két könyvem, de jelen pillanatban az egy ötrészes sorozat, abban egy rész ki van adva, az ötödik részen most dolgozok, de azon kívül még dolgozok egy másik sorozaton, ami teljesen más kaliberű, mert ugyanis ami ki van adva, az a Csikó, aki tűzben született sorozat, ami egy gyerekkönyv állatszereplőkkel, és ami most dolgozok, az pedig egy rendes young adult fantasy könyv. És ebben a mai videóban erről a könyvről szeretnék igazából most beszélni, kicsit bemutatni, hogy mi a történet, alapkoncepció ilyenek, mert nemrégiben befejeztem úgy rendesen az első részét, mert hogy az is egy sorozat lesz, szóval befejeztem az első részét. Olyan állapotba került a kézirat, így úgy ítélték, hogy akkor most már el lehet küldni kiadóknak, most már nem nagyon tudok rajta történetügyileg nagyon mit változtatgatni, hanem inkább tényleg az a lektorálás, meg ezek kellenének neki, tehát hogy el lehet küldni kiadóknak. Na most, hogy abból mi lesz, azt nem tudom, de úgy gondoltam, hogy ha már amúgy is itt rám szakadt ez a rengeteg idő, ha már haza lettem küldve egyetemről, úgyhogy megragadom az alkalmat és videózok róla, és kicsit népszerűsítem, vagy megpróbálom felkelteni az érdeklődést iránta még akkor is, hogyha nincs kiadva, meg mostanában valószínűleg nem is lesz. Mert miért ne? Mert jelen pillanatban nagyon sokat foglalkozok azzal a sorozattal, azzal a könyvvel, azzal a történettel, úgyhogy kicsit bemutatom nektek is, ugyanis valamennyivel azért több potenciált látok benne olyan téren, hogy nem egy gyerekkönyv. Szóval talán ez az eladhatóbb típus ezzel a young adult fantasy szállal. Nem így terveztem ezt a bevezetést, meg nem ilyen hosszúra, de most már ilyen lett, nem baj, mindegy. Szerintem ez azért egy hosszabb videó lesz, mert próbálok több mindent bemutatni, meg kérdezz felelekben is, azt hiszem már volt olyan kérdés, hogy beszélnék egy kicsit ilyen kulisszatitkokat, hogy miről fog szólni az új könyv, és nem nagyon beszéltem még róla, de bármikor kérdezték, én két mondatban összefoglaltam esetleg nagyjából a történetet, és így ennyi, mert nem akartam annyira, de most már úgy érzem, hogy de, most már promotálni fogom saját magam a csatornámon, ha már itt van, legalább egy kicsit, mert miért ne? Na most én írtam magamnak ide egy kis jegyzetet, hogy milyen sorrendben akarom mondani a dolgokat, de szerintem teljesen nem így fog történni. Oké. Szóval igazából ezen a könyvön, az első részen, ez egy ötrészes sorozat lesz, mert egyszerűen nem tudom kevesebbe összesűríteni, ami a fejemben van. És szeretem a páratlan sorozatszámokat. Tehát hogyha a sorozat, nem, tehát hogyha könyv, az nálam, én jobban szeretem a sorozatokat, és páratlan számú résszel. Szeretem a páratlan számokat, nem tudom miért. És ez az első rész azt a címet viseli, hogy a mély titkai. A sorozat cím pedig az, hogy varázskövek. Próbálom összeszedni a gondolataimat, szóval... ezt az első részt részben azért kezdtem elírni, a mély titkait, mert volt egy pont az egyik nyáron, mikor a nővérem a Dragon Age Inquisition-nel játszott, és így jött az ötlet, hogy én is szeretnék írni valami hasonló fantasy könyvet. Nem lett hasonló a Dragon Age-hez egyébként. Nagyon más kaliber a kettő, de tehát, hogy az indította el bennem, hogy írjunk egy rendes emberszereplős fantazit, ami ugye nekem fura volt, én eddig lovakkal dolgoztam könyvekben. Lovakat leírni, meg embereket leírni, meg emberi cselekvéseket leírni lovakhoz képest, leírni más, úgyhogy hirtelen nehéz váltás volt, és megvoltak vele a problémáim az elején, hogy basszus, embereket kell jellemezni, hogy csinálom azt, de megoldottam, szerintem, nagyjából. Amúgy se szeretek annyira leírni, úgyhogy
ez más történet, másik videó témája. Jézusom, közben írok is ebbe a jegyzetbe. Szóval nagyon az ötlet, hogy írjak egy fantasy sorozatot, könyvet. És ez valahol 2017-ben fogalmazódott meg az alapkoncepció a fejemben, és akkor találtam ki a sztorit. És ezt azóta finomítgattam, meg közben megírtam a második részt, meg elkezdtem a harmadik részt, és most már úgy érzem, az első rész olyan állapotba került, hogy akkor így nagyjából a világ elé lehet tárni, így félig meddig, mert ugye nem kiadva, még csak így beszélni róla. Először a történetről, másik sorrendet írtam föl, de először kicsit a történetről. Szóval alapkoncepciója az egész sorozatnak, könyvnek, hogy hát nem egy főszereplővel dolgozom, hanem öttel. Csak hogy bonyolítsam a saját dolgomat. Szóval öt főszereplőm van, és öt szemszögből fut általában a történet. Tehát mindegyik szereplőnek mindig van fejezete, és akkor mindig egyes szem első szemébe futnak a szálak, mert én valahogy egyes szem első szemébe szeretek jobban írni. Nem tudom, a belső gondolatokat úgy tudom jobban átadni. Azért írtam fel a térképet, hogy először arról fogok beszélni, már rájöttem. Mert én szeretek térképet. Jó? Oké. Okay. Ezt megpróbáljuk összehozni. Oké, okay, szóval van nekünk egy ilyen térképünk, ha refókuszál. Refókuszál? Remek? Nagyon jó. Igen, nagyon szeretek térképet gyártani a könyvek. Ez az a legjobb része egyébként. Na, itt egy másik. Itt be vannak rajzolva az országhatárok, itt ezek a vastag vonalak. És az a lényeg, hogy az öt főszereplőnk így ennek a területnek, amit az előbb mutogattam, az öt különböző részéről jönnek, és egy helyen majd ők szépen találkoznak. Ez most az első része a mély titkai, amiről most beszélek. És igazából öt teljesen különböző személyiségről és emberről van szó, és őket összehozza a sors egy helyre, egy bárra, hogy pontos legyek, ahol végül is jelet kapnak arra, hogy valami összeköti őket, és valami feladatuk nekik van, és közösen el kell indulniuk felkutatni néhány dolgot. Az első részben egy bizonyos szemét kell megtalálniuk, aki talán eligazíthatja őket, hogy pontosan mi is történik, mert furcsaságokat észlelnek a környezetükben. Hát a sorozat címe az, hogy varázskövek, szóval valami itt a kristályokkal, drága kövekkel nem stimmel teljes mértékben, és ez indítja el őket, meg az, hogy a történet elején az egyik szereplőnk rájön, hogy egy másik szereplőnk ellen az öt főszereplő közül merényletet terveznek, és ezt megakadályozza, és végül is itt indul el a történet szám. Most kicsit össze-vissza beszélek, de talán érthető. Azzal nehezítettem csak a saját dolgomat, hogy nem mondtam neveket, és így nehezebb körülni, hogy szereplő, szereplő, szereplő. És mindjárt megtalálom azt a képet. Igen, ezt a képet kerestem. Na, az öt főszereplőről itt dobálozok. Ez itt az öt főszereplő. Hát fókuszálsz? Jó, remek, rajta van. Na. Hát, szóval, az öt szereplőnk. Kitaláltam a fejemben végülis a sorrendet, mert úgy néz ki, hogy ugye öt könyv van, öt szereplő van, és mindegyik könyv leginkább egy szereplőre fog koncentrálni a sorozatban. A legelső az itt a középső emberünkre fókuszál, meg a kamera is. Szóval ő itt Marea. Ő van jobban középpontban az első részben, és akkor majd utána mindenki kap egy részt magának. De hogy mind az öt szereplő szemszöge váltakozik a részek során, szóval mindenki benne van, és van szemszöge, de Marea az, aki a mély titkaiban a középpontban áll. Igen, és akkor innen haladva ő itt Terra, ő itt Rayen, ugye Marea, Brent és Kale. És akkor ők itt a sorozat könyvek hősei. Kicsit a szereplőkről is, hogy nagyjából képben legyünk. Szóval Marea, aki az első részben igazából a jobban középpontban van, hát most nem akarok ilyen általánosítást, de hogy ő az a tipikus... Ő tipikusan olyan fajta karakternek írtam meg, aminek én egy badass női főszereplőt szeretek. Tehát, hogy ez a megy, és mindenkit helyre tesz, és ő megy a saját feje után. Szóval tipikusan ilyen. Marea egy ilyen csavargó szemét testesít meg. Megy egyik helyről másikra, sehol nem marad sokáig. Szóval tipikusan ez a fajta karakter. Akkor ott van
Réen. Réen az egyik, hát most országnak mondom, sokáig tartom elmagyarázni, szóval az egyik ország hercege. És igazából az első részben ott vesszük fel a fonalat, hogy hamarosan őt királlyá koronázzák, és hát ugye nagyon sok felelősség szakadna a nyakába, és Réen és Marea régebbről ismerik egymást, és Réent akarják meggyilkolni. És Marea pedig a segítségére siet, és megmenti, holott ő eltűnt a színről. Néhány évvel a történet kezdete előtt, és mindenki azt hitte, hogy meghalt. Hát nem, visszatért, és hát megmenti Réent, és itt indul el a történet. Aztán ott van Terra, aki szintén királyi családba származik, ő egy hercegnő, és ő is ott van, ekkora merényletkor. És így a három szereplő ugye összekerül, és ők mennek tovább együtt. És a maradék két szereplőnk, de előtte még gyors Terráról annyi, hogy ő meg szereti a szabályokat, szereti a rendet, a nyugalmat, és Mareával elég ellentétesek. Igen, a maradék két szereplőnk, Brent és Kalé, ők úgy keverednek be a képbe, hogy Réennek lesz egy koronázási bája, és ott kerül egy közegbe az öt szereplő, és ott indulnak el az események gyorsabban, és akkor jönnek rá, hogy itt valami összeköti őket. Valami a sors. Igen, igazából Brent úgy kerül oda, hogy ő egy nemes ember, nemesnek a fia, és elkíséri a saját országának a király unokahúgát erre a koronázási bára. Kalé pedig egy hírnök, és ő egy üzenetet hoz Réennek erre a koronázási bára, és így kerülnek ők össze. És azt hiszem, többet nem mondok a sztoriról, így külön, így nagyjából ezek a szereplők így kerülnek össze, ez az alapkoncepció, és utána ők öten fogják magukat, és elindulnak némi kalandra, kalandozásra. Néhány rejtélyt fel kell göngyölíteniük, és sok mindenre fény derül. Jó, nagyjából igazából ez az első rész, most így ennyit beszéltem róla. Remélem a történet magyarázata követhető volt, nem vagyok teljesen biztos benne. Csak amikor így én tudom, hogy mi a sztori, és így próbálok róla beszélni, és én ha hajlamos vagyok ugrálni a dolgok között, és nem folyamatosan beszélni, és érthetően, de majd még szerintem lesz szó a mély titkairól, meg a varázskövekről, meg úgy mindenről itt. Hogyha esetleg valakit érdekelne ez olyan szinten, hogy beleolvasna a könyvbe, a legelső fejezetet föltettem teljes egészében a honlapomra, aminek a linkje van a leírásban, polimatilda.eu egyébként, és ott fönn van, ott el lehet ezt az első fejezetet olvasni, arra nem tudom, hogy a többi fejezetet is majd szép lassan elkezdem föltölteni, lehet, majd meglátom. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy én igazából az egész sorozathoz és mindegyik szereplőhez Spotify-on csináltam egy-egy playlistet, mindenkinek külön-külön. Úgyhogy, ha valakit esetleg az érdekelne, akkor a Spotify-om általában szerintem nincs belinkelve, de most be fogom linkelni szintén azt is a leírásba, meg egyesével a lejátszási listákat is, úgyhogy ha valakit ez tovább érdekelne, akkor ott utána lehet nézni, illetőleg a könyvekkel, a könyveimmel kapcsolatban, meg így főleg így a mély titkaival, meg a másik sorozattal kapcsolatban is jobban. Itt YouTube-on nem szoktam róla annyira beszélni, néha van egy-két videóm, amiben szóba jön, de most kifejezetten csináltam ehhez egy videót. És hogyha valaki ezt jobban szeretné követni, akkor van egy Facebook oldalam is, ami szintén be van linkelve a leírásban, minden bent van a leírásban. Tehát ott mindent meg lehet találni, minden linket, minden létező helyet, ahol én föl vagyok és követhető vagyok. Szóval a Facebookomat azt is ajánlott követni, mert ott szoktam posztolni jobban ilyeneket, könyvekről. Igen, ez lenne a lényeg. Lehet kicsit zavarosan magyaráztam, mi történik, de tényleg ott az első fejezet a honlapomon el lehet olvasni. Hát az kicsit érthetőbbé teszi a történetet, a szereplőket, meg az egész alapkoncepciót. És lehet ott is kommenteket hagyni, meg itt a videó alatt is. És hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor csinálok többször ilyet. Ilyen, hogy a könyveimről jobban beszélek. Persze, hogyha van rá igény.
Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!